jó napot kívánok, sziasztok! Bemutatkoznánk mi is, ugye említették, még egyszer megtesz, ugye Szutyányi Márk, illetve jómagam Péntér Attila fogunk nektek mutatni akkor 25 percben egy jó kis kísérleti bemutatót. Mi a Mobészból érkeztünk, ez Győrben található, ez egy nagy interaktív játszóház, közel 70 darab nagy emberméretű játékkal, amiket ki lehet próbálni, és játszva meg lehet velük tanulni fizikát, kémiát. Illetve vannak kísérleti bemutatóink is több témában, most ugye kapcsolódva a témához vizes kísérleteket hoztunk, mindegyik kísérlet kapcsolódni fog valamilyen részben a vízhez, és hát amit érdemes még tudni ezekről a kísérletekről, hogy ennek a többségét érdemes, illetve ki is lehet otthon próbálni, úgyhogy mi is arra biztatunk mindenkit, hogy próbálkozzatok ezeknek a kipróbálásával. Nem csak azért, mert jól néznek ki, hanem azért, mert le is lehet nyűgözni akár vele másokat is. És akkor talán... Kezdhetjük is. Én is mindenkit köszöntök nagy szeretettel. Sziasztok! Tényleg ugye DK0 hidrogeológia foglalkozik, mi is direkt vizes kísérleteket hoztunk nektek. Ebben a félteres kis palacban három különböző folyadék van. Az egyik az a víz. Melyik lehet? Hát kérdezzem meg tőletek. De tippelni. Bátra, hangosan, elég rossz a füle. Melyik a víz? A felső. Nem jó a válasz, bár áttetsző, az alsó a víz, meg van színezve ételfesték ez a második folyadék, és a harmadik folyadék a tetején van, az nem más, mint egy kőolaj származék, nagy tisztaságú benzin. Na most ki kell hozni középbe, hogy segítséget kell kérek tőletek, ugyanis valakinek föl kell ezt ráznia. Nem robban esélyetek, ráadod bátra. Jó keményen, mint hogyha mixer lenni, elég ügyes vagy. Na most ugye úgy tűnik, mintha ez a két anyag, azaz három, egymással elvegyült, elegyedett volna, de ez csak látszólag van így. Pár percet várnunk kell, és újra külön fog válni a benzin a víztől, tehát nem tudnak egymással elegyedni, tehát nem olyan, mint az alkohol és a víz, ahogy korlátlanul tud bármilyen százalékban egymás egyedni, ők nem tudnak. Mi lehet az oka? Ki volt jó kémiából? Tippelni is lehet, legfeljebb rosszat tippeltek. Ugye egyik a sűrűségkülönbség, ez egy szükséges, de nem elégséges feltétel, ugyanis az alkohol is kisebb sűrűségű, mint a víz, mégis ugye elegyednek. Tehát a kémiába kell jobban belemélyednünk, egy kis időt kell, hogy nyerjek, ugye, vagy szétváljanak, tehát azért kell elmondanom. Tehát a víz egy úgymond dipólusos molekula, valakinek esetleg megvan még kémia órából. Annyit mondok el jóhelyben, hogy elektromos szempontból, mintha lenne egy pozitívabb és egy negatívabb sarka, két pólus, ezért a dipólus elnevezés. Ők gyönyörűen szépen elektroszatikus vonzás miatt be tudnak állni, egymáshoz tudnak kötődni egy gyengébb hidrogénhíd kötéssel. A benzin pedig apoláros molekula, tehát nincsen kiemelt elektromos iránya, és ha csúnyán fogalmazik, azt mondanám, hogy a víz rasszista, és csak a vizeket szereti maga körül, és a kisebb sűrűségű benzin így a tetejére fel fog jönni. Szerintem most már tesz tisztulni, hogy újra szét fog válni ez a két folyadék, tehát nem tudnak egymással elegyedni, tehát ezért is nem lehet például égő benzintócsát vízzel eloltani, mert az ember hiába locsolja, a víz az égő tócsa alá fog menni, tehát én ugyanúgy ég bőven a benzin, úgyhogy ez mindenképpen tanulságos. És ha már víz, egy érdekesség. Tudtátok-e például azt, hogy a bolygónkon, a földön bolygón lévő vízkészleteknek több mint a 90%-a üstökösökön utazott el hozzánk, és a világűr távoli részébe jutott el hozzánk. Amikor a naprendszer kezdett olyan 4,5 milliárd évvel ezelőtt, nem ma volt, akkor elég sok becsapódás érte a Földet, és igenis üstökös magok közepén jutott a víz nagy része hozzánk. Tehát az érdemes belegondolni, ha az ember belekortyol egy pohár vízbe, hogy 4,5 milliárd éve ezelőtt valószínűleg valami távoli űrzugában még utazott egy fagyott hógolyón, egy sárlabdán éppen ez a vizet most megiszunk. Tehát ez igen érdekes belegondolni ebbe. Jöhet következő kísérletünk. A vízzel akár zenélhetünk is, ez is egy rendkívüli módon egyszerű kísérlet lesz. Van itt nekünk egy boros poharunk, de ugye a bornak ismerjük nemesebb felhasználási módját is. Éppen ezért mi most vizet töltöttünk bele, és hát ezzel a két dologgal akár zenélhetünk is. Nagyon egyszerű, le kell fogni a boros pohárnak a talpát, majd pedig az ujjunkat be kell vizezni, és a peremén el kell körbe kezdeni húzni az ujjunkat, és talán hallani valamit. Hallani? Láttam néhány bólogató fejet.
Ugye mi is történik itt valójában? Ugye úgy érezzük, majd hogyha kipróbáljátok esetleg otthon, akkor ti is úgy fogjátok érezni, hogy a pohárnak a szája teljesen sima, de ez nem így van. Pici kis mikroszkópikus barázdák vannak rajta, illetve az ujjunkon is vannak ugye az ujj lenyomatok. Ez a két dolog egymásba összeakad, és megrezegteti a poharat. A hang ugye nem más, mint a levegőnek a rezgése, tehát hogyha nem lenne itt levegő, akkor hát, amellett, hogy megfulladnánk, nem is hallanánk semmit belőle. Ugyanis a hangnak mindig kell valami közvetítő közeg, amiben ugye eljut hozzánk. Tehát, hogyha mondjuk kint lennénk az űrben, és néznénk egy, mondjuk egy űrcsatát, akkor akár hát nem is lenne muszáj néznünk, aludhatnánk is mellette, nem hallanánk belőle semmit, mert ugye a űrben nincsen levegő, nincsen, ami közvetítse felénk a hangot, tehát teljesen, hát úgymond némaság lenne. Itt viszont itt a levegő, és a pohárnak a belsejében ugye megrezeg ez a levegő, és ezt mi hangformájában halljuk. Szeretném megkérdezni, és választ is várok rá egyébként, vajon mi történik, hogyha egy bizonyos mennyiséget, mondjuk a felét kiöntöm ebből a pohárból, milyen lesz a hangja? Magasabb, mélyebb, hangosabb, halkabb? Jó, szavazzunk, szerintem úgy lesz a legegyszerűbb. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy mélyebb lesz a hangja. Néhányan. Ki mondja azt, hogy magasabb? Jó, talán többen. Igen, őt nyertek, tehát magasabb lesz a hangja. De azért bizonyítsuk is ezt be, hallgassuk meg. Valóban magasabb lett a hangja, meg talán még valamivel hangosabb is. És most jön talán a legérdekesebb, vajon, hogyha kiöntjük belőle az összes vizet, akkor megszólal? Mindjárt kiderül. Ez a jó kísérleti fizikában, hogy szinte azonnal választ kapunk az élet nagy kérdéseire, mint például, hogy megszólal-e egy üres boros pohár. Nézzük meg. Megszólal. A víz az nekünk csak azért kellett, hogy behangoljuk a hangszerünket. Minél több víz van benne, annál mélyebb a hangja, minél kevesebb, annál magasabb. Ezt is érdemes otthon kipróbálni. Amire szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy kristálypohárral van a legszebb hangja. Illetve, hogyha eltaláljuk a pohárnak a rezgési frekvenciáját, az azért jó, ugyanis akkor anya, illetve apa is ad hozzá egy plusz szólamot, tehát erre is érdemes figyelni, illetve koncentrálni. Én közben elkezdtem egy másik kísérletet. Ebbe a kettő üvegben meleg víz van, ezt piros ételfestékkel lettem nektek is láthatóvá, hogy ez tényleg meleg. A kettő kék, tehát hogy milyen lehet, hideg víz, zseniálisak vagytok, így van. Hát ezzel is fogunk kísérletezni. Ez kell egy keményebb papírlap. Először is azt fogjuk elvégezni, hogy a vízszínben van, talán igen. Az egyik kék színű, az hideg, pontosabban rosszul mondtam, a egyik piros, azaz forróvizes üvegre fogok rárakni egy papírlapot. Rosszul mondtam most is. Kezdő vagyok még, nem évek óta csinálom tényleg. Megfordítom és rárakom. Igyekszem úgy rárakni, hogy ne történjen probléma. De most mi lesz, ha kihúzom szépen lassan innen ezt a papírlapot, mit gondoltok? Összekeveredik, nagyon jó a gondolat. Miért keveredik össze? Mozogni kell ez az üveg. Hát igyekszem úgy kihúzni, hogy ne mozogjon nagyon, és ne is folyjon mellé. Nézzük, hogy mennyire rutinos. Tehát az jó volt a tipp, hogy össze fog keveredni, de miért keveredik össze? De miért? Na, most akkor hogy is van ez, gyerekek? Tehát elkezd szint váltani, mert ugye a meleg víznek kisebb a sűrűsége, mint ennek a hideg víznek, és a sűrűség különbség miatt elindul benne egy cirkuláció, mondjuk úgy, összekeveredik, igazából mint színkeverésként is fel lehet ezt a kísérletet bemutatni. Ennek lila színűnek kell lennie, tehát ha fehér papírlapot rakunk mögé, akkor ilyenek is látszik. Mivel akkor ezt fordítva csináljuk, tehát a kék színű hideg vízre fogom ráfordítani a piros színű melegvizet. Nézzük, ha sikerül. Hogyha a fizika is úgy akarja, és én sem rontom a kísérletet, akkor az fog történni,
hogy egy kis levegő bejut, papírlap vastagsága miatt, de gyakorlatilag nem kezd, tehát nagyon lassan kezdenek csak összekeveredni. Így, né? Akkor még fél óra múlva is még lehet látni, hogy a felső az piros, az alsó pedig kék. Hát itt nem lesz a sűrűség különbség miatt egy cirkuláció, tehát megmarad egész sokáig. Ezt is hagyjuk szerintem, a utató végére ugyanúgy meg lehet nézni, ugyanúgy nem fog történni semmi. Picit itt a határrétegben én közelről látom, hogy lila, de ez elég lassú ez a kis hőátadás, tehát lassan keveredik el. Egy érdekesség a vízről, még egy érdekesség. A legtöbb anyag, hogyha hevítjük, akkor a sűrűsége is csökken. De most a víznek 4 Celsius fokon a legnagyobb a sűrűsége, tehát egy egész különleges viselkedés. Elég sok és fontos következője van ennek például a élővizeink szempontjából. Így van, menjünk is tovább, de előtte egy kicsit előrevetítve az utolsó kísérletünket. Az utolsó kísérletünk az lesz, hogy anélkül próbáljuk majd a befőttes üvegek tartalmát kiüríteni, hogy minden elázna. Majd kitalálunk valamit. Oké. Szóval, mostani kísérletünk az a... Hát egy rendkívül drága eszközzel fogjuk csinálni. Azért közeled merem vinni hozzátok. Ez egy áramlástalan jelenség lesz megint csak. Ha én megfordítom ezt a két kemény falu PET palackot, akkor lehet látni, hogy a benne lévő két anyag, a víz, illetve a levegő megpróbál helyet cserélni egymással. Nem túl gyors folyamat, úgynevezett bludgyogó mozgásra a helyet cserélnek. Itt vagy csak a levegő jön fel, vagy csak a víz megy le. Ezzel nem lehetne versenyt nyerni, mánaszörpivó versenyt. Minden esetre türelmesek vagyunk, ezért ki tudjuk várni. Közben elmondom, hogy ezt is érdemes otthon megcsinálni, ugye kell hozzá két kemény falu PET palack. Pezsgő tablettás dobozokból egy ilyen 3 centi, abba jól bele lehet szorítani ezt a két flakont, illetve szigetelőszalag. Érdemes nem elfelejteni az egyik felébe vizet rakni, mert egyébként elég unalmas lenne a kísérlet. De miről is kapta ez a szerkezet a nevét, ami egyébként a víztornádó. Hogyha én megfordítom és megtekerem a tetejét, akkor kialakul benne egy víztornádó. Ezt lehet látni. De nincs, közelebb megyek, a hátra fel van egy másikunk is. Itt én nem tudok elmenni. Szóval, ugye kialakul, amikor megtekerem, és hát talán lehet észrevenni, hogy ilyenkor sokkal gyorsabban folyik le a víz. Itt ilyenkor az történik, középen jön fel a levegő, a flakonnak a falán pedig folyik le a víz, tehát egyszerre tud helyet cserélni a két anyag egymással, tehát kiegyenlítődik a nyomás. Ezzel akár mánaszörpivó bajnokságot is lehet nyerni, illetve lehet próbálkozni szénsavas üdítő italokkal is, csak ilyenkor arra kell figyelni, hogy igencsak képesek ilyenkor felhabzani ezek az italok, és hát esetleg kifuthat a szánkból, de erre figyelni kell. Otthon lehet találkozni ilyen jelenséggel? Hol lehet találkozni? Lefolyóknál, így van. Csak azt ugye fentről látjuk, nem pedig oldalról, kivéve, hogyha mondjuk van egy üveg fürdőkádunk, akkor talán oldalról is lehet látni. Szóval ez is mindenképpen érdekes, érdemes kipróbálni ezt is otthon. Ugye a víztornádónak a tetején egy szép tornádó alakult ki, alul pedig mint egy vízesés jött lefele a palack oldalán a víz. A dékán úr is említette a Niagara vízesést az előadásában, én is kicsit kötök hozzá valamit. Nem tudom, tudtátok-e például, hogy Niagara vízesésnél volt a legelső váltóáram, a vízi erőmű Nikola Tesla jóvoltából, tehát ez egy elég fontos mérföldkő volt annak idején, a váltóáram elterjedésének ez nagyon-nagyon nagy lépése volt. És ha már elektromos áram, jön egy olyan kis, hogy talán láttatok a hátsó sorban is, de lehet, hogy távcsővel kell néznetek. Az alapból a nagyon tiszta víz, desztillált víz, nem vezeti az áramot, nincsenek benne ionok, tehát ásványi anyagok, amik képesek lennek esetleg mozdulni. Az elektromos áram az nem más, mint töltött részecskéknek a rendezett mozgása. Most csapvíz van innen a mosdóból, vettem tőletek kölcsön. Ha visszasöntjük ugye a csatornába, nem hiszünk el győrbe. Tehát csapvíz van ebbe a tálcába, két fém pálca. Kisfiamtól elkértem egy kis hajót, ezzel szokott játszani a fürdőkádba. Picikét átalakítottam, két részdrótot raktam bele, és két ledet, világító diódát, az ellentétes polaritással. Két 9 voltos elemet sorba kötöttem, és hogyha
ez az eltudalra rákapcsolok, akkor igazából a kettő eltudalra között 18 volt feszültség lesz, és milyen az csapvízben vannak ásványi anyagok, azaz ionok, képesek vezetni az áramot, és ennek hatására lehet, remélem, hogy látni, hogy a kishajónak világít az egyik lede, a felétek közelebb eső lede. Ha a kisot elfordítom, akkor a másik fog világítani, de mindig a felétek lévő. Egy másik érdekesség, az áram iránya az a pluszból a mínuszba mutat, és a ledek ugye félvezetők, ami azt jelenti, hogy az egyik irány vezetik az áramot, a másik irányba nem. Éppen ezért, ha ebben az irányba áll a led, akkor világít most ugye a zöld led, másik irányba pedig a piros led. Tehát képes áramvezetésre a víz, hogyha van egy kis szennyezőanyag benne, mondjuk ásványanyag tartalom, vagy éppen só, egyebek, úgyhogy érdekes kísérlet, otthon ki lehet próbálni. Bár sós vizet inkább ne próbáljunk ilyen feszültséggel sokáig elektrolizálni, ugyanis az egyik eltúd a mentén klórgáz fejlődik, ami erősen mérgező, meg is lehet halni, tehát ezt csak elmondtam biztonság kedvéért. Csak víz megteszek, jó? És kettő viszont sem. Az sem. Van nekünk még egy boros poharunk, annyira nagyon szeretjük ezeket a boros poharakat. De én most hát vizet fogok tölteni egészen úgymond felületi feszültségig, úgy az igazi. Illetve rá fogunk rakni egy már korábban használt lapot, és meg fogom fordítani. Esetleg valakinek van-e valami képje, hogy mi fog történni? Messze válok a biztonság kedvéért. Jobban teszed, igen. Szóval? Rajta marad a papír. És miért fog rajta maradni, ha tényleg rajta marad? Jó. Ragasztó, működik. Igen. Szerencsére megfogta. Szóval valakinek tipp, hogy miért maradt rajta? Hallottunk-e már olyanról, hogy légnyomás? Igen. És hát remélem, hogy igen. Ugye a légnyomás folyamatosan körülvesz minket, és ennek van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy nem csak fentről lefelé hat, hanem mondjuk lentről felfelé, meg oldal, minden irányban hat. Tehát a levegőnek a nyomása tartja fent ezt a papírlapot, itt ennek az üvegnek a száján. Nyilván, hogyha egy kis levegő kerül be, akkor azonnal kifolyik belőle, de addig fent marad. Szeretném megkérdezni, hogy ez egy most olyan kb. 10 centis vízoszlop volt, hogyha egy méteres vízoszloppal próbálkoztuk volna, akkor a papírlap fent marad a üvegnek az alján? Kiszavaz arra, hogy nem? Akkor a többiek. Nem biztos. Kiszavaz, szóval annak van igaza, aki arra szavazott, hogy igen, fent tartja. Ez azért körülbelül ekkora, de mégis fent marad. Lépjünk egy nagyobbat, 5 méter magas vízoszlopot, mondjuk kilógatjuk innen az ablakból, azt képes megtartani a papírnak a súlya? No, a légnyomás. Ja, igen. Tehát a papírt a légnyomás. Képes megtartani? Köszönöm. Igen. Igen, képes megtartani. Jöjjön egy 3 méteres ugrás, 8 métert megtart? A légnyomás. Igen, persze, hogy megtart. 9 méter? Igen. 10 méter? Igen. 11 méter? Nem, nagyon jó. Így van, 11 métert már nem tart, meg körülbelül 10 méter az a határ, amit még képes megtartani. 11 méternél már szépen leesne. Ezt sajnos nem tudjuk bemutatni. A légnyomás úgy a legegyszerűbb elképzelni, hogy nem, sokan voltatok már akár medencében, úszatok esetleg. Az ember, ha elég mélyre merül, akkor érzi a víznek a nyomását, hidrosztatikai nyomását. Által a dobhártyán szoktuk érezni, és fájdalomként. Minél mélyebben vagyunk, annál jobban fáj az ember dobhártyája. Igazából a halak sem érzik a mély tengerek alján azt, hogy most ők rájuk milyen nehéz, vagy mekkora vízoszlop súlya kerül, mi igazából egy levegő óceán alján élünk, tehát kb. 100 km magas légkör van fölöttünk, annak az összes súlya rajtunk nehetedik, beleszülettünk, megszoktuk, és nem okoz nekünk ez problémát. Na, közben itt egy kis gyertyával igyekszem nem súlyt felgyújtani. Piros a színezett víz van a tálcában, hogyha valaki pont nem látná, valószínűleg pont nem látjátok. De megpróbálom nektek megmutatni mégis. Egy üveg mérőhengert fogok a gyertya fölé tartani, és elkezdem melegíteni benne a levegőt.
Ugye a gázok melegben kitágulnak, tehát most, hogy melegszik benne a levegő, el is hagyja jó része ezt a üveg mérőhenger. Rá fogom rakni majd a gyertyát. Mi fog történni, mit gondoltok? Beszívja a vizet. Mi szívja be a vizet? Hú, a vákum, jaj, igen, ezt nem szeretem hallani. Inkább fogalmazunk úgy, hogy a külső és a belső légnyomásból fakadó erő fogja a vizet esetleg tényleg úgymond itt nyomja és föl fog jönni, de először a gyertya fog ugye elaludni, ha minden igaz, elfogyasztja a benne lévő oxigénnek a nagy részét, és hogy az oxigén pedig viszont kell az égéshez. Talán most már eléggé fölmelegedett, hát nézzük, rárakom ezt a mérőhengert, és változó sikerességet érünk el, most körülbelül 3 centit emelkedett a vízszint, sok mindentől függ a kísérlet, ugye benne is van a szóban, hogy megkíséreljük mindig ugyanúgy előadni ezeket, és nem mindig sikerül ugyanolyan látni, és valamikor 10 centit is képes a vízszint nőni. Tehát itt is ilyen meleg levegő elkezdett hűlni, ahogy már nem volt alatta energiaforrás, és a hűlő levegő húzódott össze, pontosabban a külső nyomás egy kis vizet préselt bele. Mit lehet még gyertyával csinálni? Például vizet tudunk forralni. Hány fokon forr a víz? 100. És hogyha mondjuk felmegyünk egy magas hegynek a tetejére? Kevesebb, így van, ugyanis ott kisebb a levegőnek a nyomása. Van itt nekünk egy levegő szivattyunk, ezzel ugye hát levegőt lehet kiszívni, mondjuk egy vákuumharang alól, ami nekünk pont van. Gyorsan még felmelegítjük ezt a vizet, és hát be fogjuk rakni ide a vákuumharang alá, és elkezdjük majd kiszívni a levegőt. Milyen következtében egyre kisebb lesz odabent a légnyomás, és hát megfigyelhetjük majd, hogy a víz fel fog forrni. Jó, oda viszed valaki? Igen, valaki létszik nyúljon bele, hogy lássa, hogy tényleg ez kb. Egy 40 fokos víz, én annyira tippelek, ebben még éppen belemennék esetleg. Ja, talán ez legyen szíves, így van. Hát talán 50 is van, de a lényeg az, hogy biztos, hogy nem 100. Tehát nem forni. Rárakom ezt a harangot, és elkezdjük kiszívni a levegőt, illetve a csövendőjük. Picit rendezkedek, bocsánat, közben. Nagyon jó. Szerkezetünk elkezdte kiszívni a bent lévő levegőt, de egyre kisebb lesz a légnyomás. Elméletileg, hogyha én most... Igen. De lehet látni, hogy már nem esik le a vákum harang, meg azt is, hogy jól befordult alá a cső. Segítek! Pillanat, csak bírod még? Ja, egyébként már lehet látni, hogy felfort a víz. Mert ugye valószínűleg már nincs bent semmiféle légnyomás, szépen felfort a víz. Tehát magas hegyekben nem 100 fokon, hanem éppen 90 vagy 85 fokon forr a víz, úgyhogy nehéz egy jó pörgőletet csinálni, mert sokáig rotyogtatjuk, mégsem fog megpuhulni a hús, használjuk inkább kuktát. A Himalája tetején. Így van, viszont hogyha visszaengedjük a levegőt, akkor hát szinte azonnal abban maradt a forrás, és hát Márk majd megint ki fogja vinni a tanár úrnak a poharat, és hát arra kérjük majd, hogy ismét nyúljon bele. Nem lett forró, tehát ez a célja a tesztnek, hogy ilyenkor igazából csak hűl a benne lévő víz, forró nem lesz, tehát nem azért ford fel, mert elérte a 100 fokot, hanem itt a kis ült közben. És közben én már most szeretnék szólni, hogy kéne nekünk 2 darab lány, illetve 2 darab fiú önként jelentkező. És gyorsan, már sok időm nincsen. Gyertek gyorsan. Ha nincs fiú, önként is, akkor már kijelöl önkénteseket, de hát... No, 2 fiú már meg is van, gyertek, légy szíves. És a 2 lány, gyertek, szemeges lány, gyertek, segítsetek nekünk. Vannak, bocsánat, vannak önként jelentkező, ne haragudj, gyertek, gyorsan. Jó, van a 2 fiú? 2 fiú, gyertek, itt elől ülnek a srácok. Igen, gyertek. Közben elmondjuk gyorsan. Van egy készülékünk, ami képes eldönteni az emberek, hogy fiúk-e vagy lányok. Ez egy nagyon drága a NASA fejlesztés, olyan bonyolult, még én sem értem, működését pedig fizikus lennék. Van egy gyönyörű szép neve, úgy hívják, hogy...
magnetohidrodinamikus elektrogravitátor. Ismeri mindenki, ugye? Tehát... Magnetohidrodinamikus elektrogravitátor. Van benne picike úszó, ebben is. Ha a lányok feje felé rakjuk, akkor az úszó lemegy az aljára, ha a fiúk fejé rakjuk, akkor fönn marad. Tehát a lányokat jobban szereti, mondjuk így. Na, egy gyors tesztet, tehát... A tanár ugye nyilván férfi ember, tanár marad a kupak, a lányok feje fölött pedig ugye azt mondjuk, hogy lemegy, hogy működik. Na, akkor összük, hogy igaz a pontok-e? Ugye itt kezdődik. Ez a mini változat, nézzük, hogy ez működik-e. Hogyha a lányok feje fölé teszem, akkor a benne lévő kis úszó leúszik, nagyon lehet működik. Látni. Fiúk feje fele pedig fennmarad. Szuper. Nem hozottak eddig senkinek. Lányoknál lemegy. Működik. És fiúknál... Hildegárd, ne haragudj, nem tudtuk rólad. Lehet, hogy a hosszú olyat vezet van. A másik műszerrel is nézzük meg, mert azért mégiscsak lehet, hogy elromlott az a műszer. Ugye egy mérés, nem mérés, ugye, hogy a mérnöket mindig mondják. Tehát nézzük meg hát, ha ez majd ki. Ne haragudj, így kell kiderülni. Persze, bocsánat kérünk, vicceltünk veled. Ezt a készüléket mi készítettük el pár forintból. A fizika Cartesius bulvárként ismeri. Egy picike... kupak van a tetején, egy piros kis kupak, egy kis súly, a levegő buborék van benne. És amikor én óvatosan összenyomom az ujjaimmal ezt a palackot, szinte nem is lehet látni, akkor igazából a levegő buboréket összenyomja a víz. Ugye a víz az összenyomhatatlan folyadék gyakorlatilag, összenyomja a buborékot kicsire. Kicsi a buborék, úgymond megnő az átlagsűrűsége és amilyen az aljára. Ha nem szorítom ezt a palackot, akkor a buborék újra kitágul, sűrűsége kisebb lesz egynél, és tetejére fölmegy. Tehát bármilyen ügyesen lehet ez szépen, akár az ujjont is tudja követni, tehát. Bármit el lehet ezzel mondani ezzel a készülékkel, és persze Kamu volt a neve. De ez egy előteszt volt, most az utolsó kísérlet utolsó fázisa jön. Le kéne ülni úgy a székekre, hogy a lányok a narancssárga fedelere, a fiúk a feketére. Kifele nézze mindenki, egymástól 90 fokot bezárva. Kifele nézze mindenki, ha mindjárt beálltunk titeket egy kicsit. Kifelé. Nagyon. Na, akkor fordulj felém, Nénci. Picit, gyere, várj, jó, de maradj, ne, gyere, maradj csak, neked még nem mondtuk, maradj csak így. Jó, így gyere felén, picit. Jó, nagyon jó. Körülbelül, ne, az sok lesz. Kicsit vissza, ide középtáj felé húzódj. Széket nélkül fogtok csücsülni a levegőben. Itt a tudománytól terhes levegőben lehet ülni székek nélkül is. Minden szék, a levegőben ülés székekkel kezdődik, négy darab ilyen szék kell hozzá. Ha van négy székünk, akkor bármennyi meg tudunk ültetni gyakorlatilag a levegőbe. Fontos, hogy a talpunk mindig érje a földet. Legyen nagyjából derékszögben a derékszögben állunk. Így né. Akkor mindenki felek ezeket föl. Nyugi, nem lövünk. A hullámasúgan úgy, teljesen föl. Teljesen föl. És most szépen mindenki egyszerre dőljön hátra a másik ember ölébe. Egyszerre. Bizalmi próba, nyugodtan dőljetek hátra. Lábatok maradjon lent, zárd össze, légy szíves. A kizeket le lehet venni, nem lapizunk, fiú. Jó, kizeket. A gyakorlat ugye. Tehát számolunk háromig, mindenki emelje fel a popóját, igazából a másik embert fogja tartani ezáltal, oké? Tehát maradjunk hátra, dőljön kicsit nyomjátok le a sarkatokat, akkor finom lesz, jó. Egy. 2, 3, emeld magadat, nagyon jó. Egy szék, még egy szék, három szék, négy szék. Nézzétek meg, levegőben ülnek, széket nélkül, kérjük egy tapsot. Nyugodtan ücsörögjetek itt. Így van. Na, igen, most vége van igazán a előadásnak. Mindenki végignézte, köszönjük szépen. Osztály, vigyázz! Valahogy föl lehet ebből kelni, hogy nem jelnek közöttek. Hát megpróbáljátok? Na, valahogy. Nem, ma kívül egy nagy tapsot neki. Igazából ez volt a Győri Mobilizt bemutató, reméljük, hogy tetszett mindenkinek. Köszönjük szépen a figyelmet. Ha Győrben jártok, véletlenül, akkor gyertek el hozzánk. Garantált 2-3 óra kikapcsolódás. Köszönjük szépen.